Az utolsó dolog, amit láttam, az ébresztő órám volt, ami 12.07-et mutatott. Aztán a lány a melkasomba a hosszú, rothadó körmeit, a másik kezével pedig befogta a számat. Felültem. Rájöttem, hogy az egész csak egy álom volt, de megláttam, hogy 12.06-ot mutat az óra. Azután nyikorogva nyílt a ruhás szekrény ajtaja. Mi a rosszabb tíz halott kisgyereknél kukákban? Egy halott kisgyerek tíz kukában! Mosolyogj, sokkal jobban vagy. Mosolyog szélesebben, most még jobb. Tébla a bőröd a vicsorgó koponyádról. Ugye, hogy mennyivel jobban vagy? A lányom egész a sír, és sikoltozik. Meglátogattam a sírtját, kértem, hogy hagyja abba, de az nem segített. Arra ébredtem, hogy valaki kopog az üvegen. Először azt hittem, hogy az ablak, aztán rájöttem, hogy már megint a tükör túloldanáról jön. Hova ment a a robbanás alatt? Mindenfele! ahányszor harangszót hallasz, egy angyal szárnyakat kap. Hm, ez bölcs. Begyömöszölöm őt az ágyba, ő pedig megkér arra, hogy ellenőrizzem, hogy az ágy alatt nincsenek-e szörnyek. Megteszem, amit kér, őt látom, egy másik őt az ágy alatt, ahogy bámúrám azt suttogva, hogy Apu, valaki van az ágyamon. Mindig imádtam az arcodat. Pont ezért viselem most is. Mindig a te ajkaid voltak a legédesebbek. Még mindig rágódom rajtuk, karamelbe vártva! Örültem annak, hogy újra láthatom a családomat. Bár csak el tudtam volna mondani nekik, mielőtt rám zárták a koporsó fedelét. Van egy tükör a szobámban. Aggódom, hogy amikor alszom, a tükörképen felül és figyel engem. Amikor felébredek, mindig lassan nyitom ki a szemem, hogy bárminek, ami a szobámban van, legyen ideje elbújni. Félek, hogy amikor meghalok, az érzékeim továbbra is működni fognak majd. Nem tudom, hogy a balzsamozás vagy a hambasztás lenne rosszabb. Aludni készülök. Amíg arcomat mosom, érzem, ahogy a feleségem mögém áll, és a hideg ujjait a nyakamhoz érinti. Aztán meghallom, ahogy a szomszéd szobából kiabál. Meddig, Meddig leszel, leszel még bent? Benc? Egyedül élek. Amikor este elmegyek a mosdóba, félek, hogy valaki várni fog rám, amikor visszamegyek. Figyelj, mi sosem állítottuk, hogy több ezer száz lábú van az ágyadban. Sohasem mondanánk ilyet. Technikailag ezek ezer lábúak. Anyám megválta, amíg 18 éves leszek. Hogy elmondja, hogy volt egy fiatalabb testvérem, aki meghalt, amikor én csak két éves voltam. Nem igazán érdekelt, amíg meg nem találtam a dobozt az apró csontokkal. Aludni készülök. Amíg az arcomat mosom, érzem, ahogy a feleségem mögém áll, és a hideg ujjait a nyakamhoz érinti. Aztán meghallom, ahogy a szomszéd szobából kiabál. Meddig leszel még bent? Azt kívánta, hogy bárcsak jobb ember lennék. Ezért meghívtam vacsorára, az vagy, amit megeszel. Kitöltöttem egy internetes személyiségi tesztet, az egyik kérdés az volt, hogy általában mi az első dolog, amit az emberek észrevesznek rajtad. Legtöbbször az, hogy a konyhájukban állok. Az utolsó ember a földön ül, egyedül egy szobában. Valaki kopogtat az ajtón. Szeretsz valamit, engedd el. Ha nem jön vissza, valószínűleg meghalt a szomorúságtól, mert eddig azt hitte, hogy szereted őt. Amikor egy ablak bezárul, egy ajtó kinyílik. Akkor a szekrények zörögnek, a macskák elfutnak és olyankor hallhatod a falakban a sikítást és a suttogást. Újíts egy kicsit a stílusodon, szükséged lesz egy kevés emberi csontra, bőrre és szerve, ami költséges lehet, de az eredmény megdöbbentő lesz. Apa azt mondta, ha jó leszek, akkor továbbra is etetni fog, bár nem tudom mivel, ha a nővérem kifogy a testészekből. Ajándéklónak ne nézd a fogát, nézd a szemébe, csak így értheted meg, hogy igazából mi is az ajándékló. Egyedül érzed magad? Nem vagy. néz körül. Vagyis inkább mégse. Jobb, ha nem látod őket. Csukd be a szemed, és maradj nyugton. Ahogy éjszaka kibotladoztam a fűdőbe, éreztem, ahogy a kutyám a lábamhoz dörgölődzik. Aztán hallottam, ahogy az emeletről megugat valamit az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy a hugom nagyon nehezen lélegzik mellettem. Aztán eszembe jutott, hogy a barátainál alszik, és nincs itthon.